Mindent, ami érdekes. Politika, botrány, Duna, parti, Duma, parti, bulvár, pletyka, szárhegyek. Ez a heti hetes. Heti hetes. Heti hetes. A fekete leves. Heti hetes. Jó estét kívánok! Innen a Való Világ stúdiójából, olyan korán, ahogy még soha nem találkoztunk, Irdésmond 4:09 múlt 5 perccel. Egészen extrém a helyzet, ilyen korán tehát még sohasem találkoztunk, és persze az is szokatlan, hogy élőben vagyunk. Ugyanakkor látnak önök bennünket, mint mi önöket. Ez milyen? Jó estét kívánok! Tehát még egyszer, mai vendégeink Bayer Imre! Dánold János! Herláni Judit! Berebes István! Csapó Gábor! Vara Kovács Imre! Engedjék meg! Hogy bemutassam Jáksó Lászlót élőben, aki ugyanolyan, mint felvételben. Ezt hallottad? A lónak két oldala van, mégsem hanglemez. Rosszabb élő. Ez élőben is rossz. Élőben. Felvételről már megszoktuk. Elnézést. László Csaba pénzügyminiszter a költségvetési vita kapcsán elmondotta, hogy... Így belevágtál? Ne? Ja? Mondjak még? Ma reggel a takarítónőmre ébredtem. Az ideg összeroppanás szélét súrolta. László, tudok egy ilyet neked. Tudod, miért fulladt meg a szó, hogy kerülte ívás közben? Mert rájult a tehén. Na, szóval, László Csaba pénzügyminiszter a költségvetési vita kapcsán elmondotta, hogy kávézás nélkül is bírja a gyűrődést. Szerinte egy 7-8 órás vitát nem is lehetne végig kibírni, ha sokat inna az ember. Na most, én hoppá! Szerintem egy 6-8 órás vitát csak akkor lehet kibírni, ha nagyon sokat iszik az ember. Én például láttam ilyen vitákat a parlamentben, tényleg, és a hangnemből ítélve ezek az urak sokat is isznak. Hallott, azt emlékeztek rá, amit a Havas mondott. Lehet, hogy azt elfelejtett. Istenem, belegondolni. A Horn Gyula kormányülésein senki nem mehetett kipisírni. Ott ültek végig, tehát tulajdonképpen van gyakorlatuk, mert ők a visszatartásnak a művészei, a szocialisták, és az jut eszembe, hogy Tisza Kálmán fia, Tisza István volt, aki fiatal korában kiment Párizsba, és apám mindig mesélte nekem ezt a történetet, mikor pénzt kértem tőle, kiment Párizsba, és írt egy levelet Tisza Kálmánnak, hogy édesapám, itt vagyok Párizsban, és mindenki élvezi az életet, csak én nem élvezhetem, én semmi élvezetben nincs részem, mert te nem küldesz pénzt, és ezt hosszan írta. Visszaírta papa, hogy pénzt nem küldök, fiam, de hogyha azt akarod, hogy élvezetben legyen részed, akkor estig tartsd vissza a pisilést, meglátod, óriási lesz az élvezet. Az ráadásul vízhajtó, mint tudjuk. Éttem is egyet, úgyhogy lassan. Na, a hír második fele így hangzik. A ház szabály szerint ugyanis a beterjesztőnek kötelező végigülnie a tárgyalási szakaszt, amely alatt nem hagyhatja el az ülést. Való világ. Ez maga a való világ. Hát való világ hát akkor lenne, hogyha látnánk azt is, amikor pisil. Azt is pisil. Tehát akkor már lehet, hogy azért sem mennek be, hogy ne legyen az, hogy aztán nem tudnak kijönni, nem? De nem üresek lehet kijönni, a termek. De hát a jogszabály szerint nem lehet kijönni, ez így igaz. Hát ezért be sem mennek. De hát én nem... A legalábbis van, aki lehet, hogy ezért nem megy be. Hát mert annyira betartják a jogszabályokat egyébként is. És visszatartják. Igen. No. José Bovot, a globalizáció ellenes akcióiról ismert férfit fél év letöltendő börtönbüntetésre ítélte egy párizsi bíróság, mert megrohamozott egy farmot, ahol genetikailag manipulált rizst termesztettek. De ez folytatódik ez a hír, hogy a rizs visszaverte a támadást és nyugati irányba repült a farmra. De hogyha bemegy a börtönbe, akkor őt fogják talán genetikailag manipulálni. Lehet, hogy
genitálisan fogják mondani. Én bírom ezt a hűséget. Nem értem, mire gondolsz pontosan? Most komolyan, miért kell engem ilyen helyzetbe hozni? Vagy magamat? Igen, igazad van. Ugye? Élőben ilyet mond az ember, és akkor megkérdezik. Minden lehetséges, kivéve forgóajtón át síelni. Figyeljtek meg, a paliról kiderül majd, hogy ennek kínai volt a mamája. Azért rohamozott rizsért. Simán éhes volt. Cseny, ennyi az eset. Ha belegondolsz, hogy hol lakik, ugye? Párizs. Ajjaj. Na mondom, én bírom az ilyen megszállottakat, de hogyha minden, ami manipulált a globális világban, ha mindent szét akar verni, hát azért van itt teendő. Egyelőre maradjunk abban, hogy pusztuljanak a rizsek. A svéd Örebro városának szociális munkásnői nem kapták meg ruhapénzüket. Na. Ezért úgy döntöttek, hogy ha a főnökük továbbra sem fizet, meztelenül látogatják meg az időskorú ápolásra szoruló embereket. Ez a svédeknél hír, de hát ez egy 10 millió ruha nélküli ország. Minket az annyira nem lep meg. Mindenhol így járnának el, ahol nem fizetnek, akkor mondjuk a Vidám Színpad művészei végig pucéra játszanának előadásokat. De Svédországban meztelenül menni az utcán, hát odafagynak. Hát ideg van. De ott az utcákat fűtik ott alulról. De gyerekek. Ja. Bizony. Hát úgy könnyű. Bizony. Hát ezt olvassátok már el. Ott a Váci utcán, Stockholmban, Jönköpingben is rendesen fűtve van, nincs egyáltalán sem. Teljesen száraz. Tényleg? Hogy ne? A Brüsszelben is az Ízek utcája ugyanígy fűtve. Igen. Voltunk együtt az Imivel. Igen. Én is voltam. Semmire nem emlékszem gyakorlatilag. Imi... Attól én nem félek, hogy te egy utcán kihűlnél. De figyeljetek, hát az fölülről van fűtve, nem alulról. Nem, milyen fölülről? Attól van fűtve, a süt a nap? Hát miről nem úgy értettem, hanem az úgy, nem az út, az aszfalt alul van fűtve. Igen? Az aszfalt van fűtve. Na jó, vagy gyerekek, még nem hallottál, hogy padlófűtés? Például az honnan van szintén alulról? De hallani hallottam, de én nem voltam. Tere hozzám, lefeküdhet. Jó. Humánus dolog. A bajor téged, Jocikám, évek óta alulról felülről fűt. De ez humánus dolog, hogy szerintem idős emberek ott haldoklanak. Ön egy jó ápolónő mesztelen, hát új életek kellnek, nem? Hát... Svéd tornát csinálnak. A gyerekek, amikor mesztelen nők pénzért megrohamoznak idős férfiakat, azokat a nőket nem feltétlenül szociális munkásoknak szoktuk hívni, nem? Rácsúszott az előző hír, egy picit rácsúszott erre, de jó vagy. Ha ma sem volt teli találat, tessék? Nem tudom lehet hallani benneteket, de nem értem. Mit mondtál? Nem mondtok olyan jókat. Hogy rácsúszott az előző hír erre kicsit, mert nem rohamozzák. Baromi messze vagy, tudod, és azért nem. A mesztelen nők a rizst, igen. Pusztuljanak a rizsek, maradjunk. Ha ma sem volt teli találat, akkor a jövő héten már elérheti a 2 milliárdot a lottó ötös. Ha valaki nem veszi fel, a lekötött betét havi 10 milliónál, azaz napi 300 ezer forintnál is többet hozhat. Hát buli nem fölvenni, az biztos, de én úgy fölvenném, az se tudom, úgy szétcsapnék köztük, hogy a 2 milliárd között, hogy az hihetetlen. Hát tényleg, milyenek a számok? Most mondta el a Stolbuci. Stolbuci elmondta. 3, 5, 8, 4, 5, 8, 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 8
Na. Ott mi lenne? Gyereket, hát mi? Hát igen. Lenne magának még egy kemelöltöny. Ami egyébként is olyan szarul áll rajta. No. De én becsület szavamra mondom, hogy megtudom, a zsebemből elővettem, kb. 10 szelvényen játszott, és a 4-6-ot játszottam. Tehát 3-5, oda-vissza. Én simán nyertem volna ezekkel a számokkal, csak én nem lottózom. Nem lottózom. Én viszont, ha én például nyertem volna, akkor például az én arcomon egyetlen ember nem venne észre változást. Ugyanis olyan szem nincs, amelyik ellát havaig, tudod?
De én szerintem ez marha sok pénz, nem? Szóval nem. Na, mihez képest? Hát nem tudom, vasedény. De hát az elmúlt 4 év híreire visszaemlékezve azt gondolom, hogy nem olyan sok pénz. Ja. Várjatok. Halál fontos közlemény, de tényleg, az SMS küldők közül Balogh Csaba Békés Csabáról nyerte meg Szabolcs pólóját, úgyhogy kérjük, erre már ne küldjenek több üzenetet. Azt hittem, hogy most valaki beküld egy SMS-t, hogy én nyertem meg az 5 lottot. Na. És ez a póló többet ér, mint ez a vacak 2 milliárd, higgyék. Hát persze. Na, nagy port vert fel a 100 leggazdagabb magyar című kiadványa. Bocsánat, az első lista, amivel Bajorral nem mi nyertünk. Na, az első helyen álló vagyona 40 milliárd, a századiké 2,5 milliárd. Ám így is jóval elmaradunk a leggazdagabb orosztól, akinek vagyona 1750 milliárd forint, vagy a lengyeltől, aki 726 milliárd forintnak megfelelő zlotyival rendelkezik. A leggazdagabb román is 225 milliárdos összeget tudhat magáénak. Az APEC elnöke szerint a toplista számukra nem ad ötletet. Kérlek szépen, a kis Béla jelentkezett, hogy számára ad ötleteket ez a könyv. Ő ugyanis betöréses lopással foglalkozik. Nagyon jó. De nem itt már eleve a feltételezés, tehát hogy megkérdezték az APEC-től, hogy ez alapján most akkor fognak-e menni, és hogy a feltételezés szerintem megalázó, vagy hát nem is tudom, felháborító az APEC-en. Itt egy tévedés van. Ők csak akkor bennek, ha a politikusok szólnak, tehát nem... Itt nem... Olyan értelemben van a vagyonról szó, hogy mennyi pénze van, hanem az illetők aportja, tehát látható tőkéje alapján csinálták a rangsort. Így is nagyon szép egyébként ez a lista, bár ahol én élek Bazitán, ott a Klárika, meg a Sanyi bácsi baromian lemaradt, megmondom őszintén. De itt van egy rosszabb, hogy mi tiszta hülyék vagyunk, mert különböző szegényeknek gyűjtünk, meg szegény betegeknek, meg ilyen. Hát az első gazdagnak kéne gyűjtenünk. Hát az úgy le van maradva itt az összes többitől, ekkora szégyen. Gyerekek, kis ország, kis gazdag. Hát van ez így. Igen, nézd meg, ez egyenes. Kis ország, kis gazdag. Igen. Egyenesen arányosan nő a pénzmennyisége, ugye a területi nagyság. Például Monte Carlo. De ez jó az. Az a kivétel erősíti. Ja, jó van, Jucus, rendben van. A televízióban láttam egy híradást Romániából, egy faluból, ami a milliárdosok faluja. Nem látták? Önök se látták? Volt egy vajda, aki, nem tudom, 10 kiló arany lógott, akkora patkó, ilyen szerencsepatkó, minden aranyból volt. A foga is aranyból volt. Az szép, mert csillog a mosoly. Az erre is úgy közlekedni. Az erre is. Mondták, hogy ők nagyon lelegényesek. De ezek jó könyvek, hogy 100 leggazdagabb magyar. Palotákkal van tele. Nekem most írnak egy másik könyvet. A legjobb lelkű 2 magyar politikus. Most keresik őket. Még nem sikerült. De azért tényleg a politikusok mondták, hogy politikusokat kihagyták a listából, eredetileg is föl sem merült, hogy belekerülhetnének, de aztán nem is kerülhetnek bele, mert ugye ahogy a vagyonnyilatkozat, amiben tettek, elég szegények voltak. Nem, a Megyesi azt hiszem, arra rajta van. Nem, a Megyesi az egyetlen, aki végülis, de aki volt, azok elég szegények, például hát az Orbán is nagyon szegény volt. No, de most a Tornyával, az 50 milliós villával, ha hol van már, sehol. Hát semmi, sehol nincsen szegény. No kérem, perceken belül kezdődik madár mérkőzés, amelyet hozzánk hasonlóan élőben közvetítünk Dortmundból. A mérkőzés után pedig ismét találkozunk, Nézi Jenő pedig remélem megbocsátja nekem ezt a búcsúzást. Jó estét, jó tunkolást! Is. A madármeccset is figyeltük nagyon, különösen én, aki annyira értek a sporthoz, hogy hihetetlen. És ha minden igaz, maga madár itt van a közvetítő vonal másik végén. Halló! Szervusztok, jó estét kívánok! Hát előbb velem kell beérniük, aztán itt lesz Madár, és sőt már itt is áll mellettem. Jó estét kívánok még egyszer! Madár tehát megvédte a WBO interkontinentális övét itt Dortmundban, egy fantasztikus mérkőzésen. Madár, én akkor átadom most neked a mikrofont, és ezt nektek is mondom, Laci, hiszen mostantól tiétek, illetve a heti hetesé Erdei Zsolt, azaz Madár. Szervusztok, jó estét kívánok mindenkinek! Ja.
Hadd legyen az első kérdés az enyém, miközben hallod ezt a tapsot, és gratulálunk valamennyien a győzelmethez. Nagyon szépen köszönöm. Mondjad, fáj. Mármint micsoda? Hát amennyi pofont kaptál. Hát érted ez a dolog? Nem? Tulajdonképpen szerencsére megúsztam elég sok füles nélkül, úgyhogy nincsenek különösebb fájdalmaim. Ha csak az nem fájdalom, hogy az ellenfél sokat kapott. A jákszó azért szerette volna egy-két nagyobb pofont is kapsz, de én mindannyian tényleg... Nem, egyáltalán nagyon nem. Kedves, köszönöm. Nem, barát, haza barát. Fog jönni, ne csináld már. De barát. Hogyan de még mennyire? Nem, érted? De. Nagyon szurkoltunk neked, Bajori, mivel csak egyetlen kérdés van, ami lehet, hogy dilettáns, de fölmerjük tenni, hogy amikor két gyönyörű nagy pofont benyomtál azt a harmadik menetbe, akkor miért nem tovább? Miért kell ennyire hidegvérűnek lenni? Miért? Azért nem mentem tovább, hiszen a mérkőzés 12 menetre volt tervezve, és tudtam, hogy a srácnak elég kemény a feje, úgyhogy kibírja az ütéseimet. Ha esetleg nem sikerül olyan pontosan eltalálnom, mint ahogy szeretném, akkor lehet, hogy idő előtt kiütöm magam, úgyhogy én inkább tároltam az erőmet, az energiámat, és úgy gondoltam, hogy az idő az nekem dolgozik, előbb-utóbb adódik alkalmam rá, hogy befejezzem a mérkőzést. Hát látványos kiütés ugyan nem lett belőle, de a srác megelégelte egy idő után a pofozást, úgyhogy a hetedik menet után feladta így is a mérkőzést. Teljesen igazad van, mi a Grespikkel ugyanezt csináltuk. Madár, gratulálunk tehát. Még egyszer további rengeteg győzelmet kívánunk. Legalább ilyeneket. Nagyon szépen köszönöm, minden jót. Mondanám, hogy köszönöm szépen, de tudom, hogy ez a taps nem nekem szól. Sőt, nem is nekünk, Madárnak. A most következő részben viszont olyan hírekkel is foglalkozunk majd, amelyek a villalakókról, az ő életükről, vagy éppen a hozzájuk néhány órára, illetve néhány napra beköltözettekről szólnak. Villalakók! Láttok, hallottok bennünket? Igen, szevasztok! Jó van, csináljunk hangpróbát, beszéljen egyszerre mindenki! Most hagyja abba! Jó, oké. Okay. Lepróbáltuk, rendben van. Köszönjük viszontlátásra. De nekik tök új, ugyanilyen kis asztalkájuk. Mit csináltuk? De az igen. Mi, hogy ők kapták az új asztalokat? Csak kérdezzel. Jó, minden. Benneteket leváltunk szépen. Na, igen. Gyerekek, bármikor bármikor beleszólhattok az adásba, ne gyakran, de azért beleszólhattok, sőt, tényleg, szóval kiabáljatok, hogyha van valami, maximum meghalljuk. Mi történhet? Kezdjük akkor a hírekkel. Jó? Közvetlenül az önkormányzati választások előtt 2108-szor hívták a Bajai Városházáról az egyik valóságshow telefonszámát. A számla 231.888 forintra lúg. Baja? Ki Bajai? Most is azt kéne, hogy telefonáljon, és akkor talán meg is lenne már. Az összeg megérte, mert végre van Magyarországon egy önkormányzat, ami szoros kapcsolatban áll a valósággal. És most már van nekik bajuk is. Baja. Nem. Jó, ezt most felejtsük el gyorsan. Hogy itt azt hiszem, a villalakó között nincs is bajai. Nincs. De lehetne. És nem udvarol oda senki baján. De nekem van egy rokonom ott baján. Ugye? Nem véletlen. Biztos nem véletlen. Köztünk van Bajai, mert itt ül a Bajai Imi. Így aztán van. Van egy helyes kis folyó, Sugovica. És ezt is lehet tényleg. Nem Sugovica, Sligovica. Ja, ez az. Az a pálinka. Mind beszélgettek ti ott egymás között? Sligovicázunk. Köszönöm. Albán parasztok felszántottak egy stratégiailag fontos katonai repülőteret, ja. Hogy haszonnövényeket termesztenek rajta. Ugyanazt csinálták. És még mindig több a repülő, mint a repülő. Ezt fogadom. Na de ugyanazt csinálták, mint a repülőgépek, hogy elindultak bevetésre. Hát az albán légvédelem, az tudod, miből áll. Az. Hát nem mindegy. Én nekem csak egy kérdésem van, hogy jönnek az afgán parasztok a villalakókhoz? Albán! Hát mind? Vártam itt a kérdést, albán parasztok, mondom, hát
Várja, kérdezik. Jó, hát köztünk van, mondjuk, nem azt köztünk mondom. Albán. Köztetek van Albán. De ez ugye Gyoni. Bűnmutatják, hát, sajnos kint van. Sajnos kint van, erős. Nem nagyon hallom, kicsit majd, ha mindig hangosabban beszéltek, jó? Jó. A villából harmadikként kiköltözött Leslie az idegen légiót is kipróbálta. A 4 hónapos alapkiképzés után azonban elhagyta a légiót. Ő volt az első színesbőrű magyar légiós. Ez azért annyira előttem van, tehát reggel sorakozó, hogy üvölt az örmest, és pillanat még bikini vonalat ettél állok. Tényleg, én nem találkoztam még soha idegen légióssal, és ti, akik a villában vagytok, ti észrevetetek valami jellegzetest, ami az idegen, mert mondjuk Péhovártól ismerem az idegen, azon kívül így hát élőben milyen volt. Van ideje fürödni. Nem, voltak észrevehető jelei azért, sosem mondott semmit egyenesen, de észre lehetett venni, hogy csinálják ezt. Igen. Tényleg? De szerintem, amikor ő a 4. hónap után eljött az idegen légióból, akkor ott az idegen légiósok tudták, hogy ő magyar. Mert más nációbeli végigcsinálja az 5 évet. Úgyhogy lehetett, hogy ezt tudni, hogy magyar. De Imi, ez a 4. hónapot úgy mondtad, hogy a terhes lett. Nem terhes volt, hanem megúrta. Szóval nem már... tudtam egyébként, ez úgy van az idegen légióban, hogy nah, én megyek, hát nem. Igen. Összepakolom, ja. Elegem volt ebben. Egy szerb nyugdíjas elterjesztette saját halálhírét, majd a temetését is megrendezte, mert kíváncsi volt, hányan gyászolnak halála után. Villa nem ugat? A férfi a szerpartás... Márhogy nem beszél hangosan, mert akkor nem nagyon érted. Ez most azért... Én figyelj, ott benne úri emberek vannak, nem ilyen büdös parasztok. Most én akkor megsértettem valakit, ad be? Ne! Akkor igyekezz tovább, ne! Akkor még kísérletezek. Egy szerb nyugdíjas, most bosszúból felolvasom még egyszer, mindegy. A férfi a szertartás végén odament a gyászolókhoz, és mindenkinek megköszönte a részvételt, és meghívta házába a gyásznépet. Most azon igyekszik, hogy eladja sírját. Hát ezek szerint nem halt meg senki azon nyomban a rébülettől hirtelen, mert tőle lett volna rá velünk, ugye? Magyar nyugdíjas elterjesztette magáról, hogy él. Mit mondtatok, kedvesek? Egy viccet szeretnénk most tőle. Jaj, hát persze. Csak nekünk. Hogy te mondjál. Hogy én? Nem. Semmi, a Szabolcs. A Szabolcs nevű ifjú fiatal ember, aki egész helyesen ott ül, kéri, hogy... Miért? Jucsus most helyesen ül, vagy helyesen ül. Helyesen azért a Hernádi már fúrja a verebest, hogy ő akar bemenni, ismerik ezért. Na, azt kéri, hogy mi van? Mi franciágyon alszom. Egyedül. Ki franciázza? Én értettem. Azt francia a... ágyon alszik egyedül. Megy a pista! Megy a pista! Nem jön be. Nekem vagy oki, vagy senki már. Összenő, ami összetartozik. Szóval vicce? Mondja nekik egy viccet. Róka találkozik a nyuszikával az erdőben. Szia, nyuszika, te hová megy? A mezőre. Na hát, mindig a fű, mindig a fű. Csak a szexnek a szívó. Felolvasom a következő hírt. Ez azt jelenti, hogy el vagytok zárva a világtól, hogy ezen lehetett nevetni. Itt az így nem olyan. Nem, ők se nevettek, ha jól azt mondom, hogy ők nem. Én visszatérlek az előző hírre, mert a Gálvölgyi tudja, nekem életem vágya, vagy a halálom vágya, hogy láthassam a saját teretésemet. Karintinak is volt. Egy... Először is, hogy ott állna mind a 4 feleségem, és zokogna. De nem ez a szép, hanem a legszebb, hogy van egy verseny a Gálvölgyi és köztem, hogyha én halok meg előbb, ami nem valószínű, akkor a János mondja a sírbeszédemet, ha ő hal meg, nekem már készen is van, gyönyörű, de olyan szép. És ez a mi szerződés, igaz János? Igen, de ez tudni megtörtént, hogy volt egyszer ilyen temet, és 4 feleség ott állt, és zokogott a férjük, meghalt, és egyszer csak egy hang odajött, azt mondta, Béla, gahagyi! Jött egy bajos, hogy hal. Az volt az ulti partner. Az volt az ulti partner, annak kellett.
Anetka két napot töltött a való világ villában. Három... Megfulladt bent most, bocsáss, csak... Nem értettük tisztán? Nem értettem. A beszólás nem jött le tisztán, meg lehet ismételni még egyszer? Meg. Neked. Anetka két napot töltött a való világ villában. Háromféle ruhakollekcióval készült, amelyekhez a csizmákat és parfümöket egy világhírű divatcégtől Olaszországból gyorsfutár hozta Magyarországra. Te elég lett volna egy postagalamb is, mert amennyi ruha rajta van, a postagalamb csőrébe elfér. Nekem egyébként a Giorgio Armanik már útban vannak, remélem, hogy van 3 percük. Addig az Anetka kollekciójából kell öltözni, de... Olyan jó graffitit találtam, szóval mi a francnak nekem feleség, amikor a szomszédnak már van egy? Tényleg, hogyha a Györgyinek eladták a melltartóját, akkor ő most miben van? Nincs rajta! Nem tudom. Hogy? Igen? Nincs rajta. Mondja, hogy nincs rajta. Nincs csak akkor, hát persze. Akkor viseli, amikor hastáncol. Na jó, hát hogyha ti mindent tudtok, nem lehet gyerekek, ez így nem. Tajvani törvényhozók úgy döntöttek, hogy az orális szex nem közösülés, így nem számít házasságtörésnek. Jogos! Engem akkor jogsérelem élt itt a több vállásnál meg minden, mert akkor én most visszamenőleg kopernek. Mert én nem csaltam meg senkit. Mindjárt, mert egy ilyen perúra felvételni, a helyszíni szemle is van újra. Na jó, de jön a Bill. A Bill az jön velem, mert ő is azt mondta. A Bill azt mondta a Clinton, hogy őt ele megkérdezték, hogy amikor az egyetemen, már egyetem éveiben ő marihuánázott, ez igaz-e? Azt mondta, hogy igaz, de sose tüdőzte le. Sok egyetemen. Ezt kibonta a Mónika. Ezt a Bill Clinton. Ja, ugyanezt a Mónika lepontatta is. Ja, a Mónika az megmondhatta. Hát ő nem tüdőzte le, azt mondja? Nem, mert különben megfullad. Na, no, ez már olyan nyögvenyelős. Én megvárom azt, amíg semmilyen fajta szexuális kontaktus nem számít házasságtörésnek. Igen, én azt várom, azt a pillanat. Lakat T. Károly is járt a villában, és apai szeretettel üdvözölte a villalakókat. Talán Györgyi volt az egyetlen kivétel, akit idézem, végre egy kortársam szavakkal köszöntött. Miért a Lakat is 27 éves, vagy mi van? Mit szólt ez a Györgyi? Györgyi? Na? Hát ez furcsa volt. De én nem mondtad, hogy apám, és akkor már... Lakatott a számra. Azt mondjam el a villalakoknak, hogy Lakat T. Károly a legnagyobb propagálójuk. Igen. Imádjuk, és nagyon sokat köszönhetünk neki. Köszönjük szépen. Hát jó. Hát most akkor szépen azért te is úgy. Nem, ez így igaz. Na jó. Egyszerűen az az igazság, hogy hallatlan, reverenciózusan nyilatkozott a fiatalokra. Díjat is kapott ezért egyébként. Kapott egy olyan díjat, aminek mindegy mi a neve, de az a legetikátlanabb és a legsúlyosabb ilyen riporteri ténykedés. Azért azt megnézném, hogy kitől kapta azt a díjat. Én tudom, jó, egyébként. Én. Azért az ember nem mindig örül, ha valaki megdicséri. Komolyan, szóval nem mindegy, hogy ki dicsér. De ez nem olyan díj. Ezt nem ilyen, a díjról beszéltem. Nagyon erős intellektuellek adták, mint a Parakovács például. Na. De mert olyan nincs, hogy a virtuóz tehetségtelenségért díj, tehát ezért kreálták neki ezt külön. Egy szingapúri orvosi... Én nevettem, csak visszatartottam. Na egy jó. Szingapúri orvosi... Én ugye nem szóltam egy szót se. Nem, nagyon kellemes hangulatú este van azért. Igen. Egy szingapúri orvosi konferencián bejelentették, hogy a Viagrát szedő üzletemberek nem csak az ágyban, de az üzleti életben is sikeresebbek. Évek óta egy olyan üzletet nem tudtam. Már a Viagra se segít, édes Pistát! Én meg rájöttem, hogy a Bill Gates meg a Várszegi miért okosabb nálam, mert azt hittem, hogy én vagyok, de nincs Viagra. Szóval valami miatt ezek ügyesebbek. Én egyszer beszedtem egy Viagrát, na, reggelre úgy megmerevedett a nyakam, hogy az átszillagom.
Anetka a Blick információi szerint akkor hajlandó Okival ágyba bújni, miután Oki a villát elhagyta, ha a teste látható részére rátetováltatja, hogy szeretlek, Anetka. Oki már nincs hely, vagy ahol van, arra ez nem fér rá. Az őszenség. De nem, ez tényleg kérdés, hogy mikor látható az a hely, mert... Hogy hát, hogyha állandóan lát, akkor csak a homloka lehet. De nem, hát van, de... Nem, van test minden része látható, hisz nincs láthatatlan testrész. Főleg, ha Okiról van szó, akkor minden nekem még ígért az Oki, ami egy kicsit fáj, de azért jól esett, hogy a Benny Hill-t, ha kijössz, akkor föltetováltatod a Benny Hill-t. Februárban, Petőfi csarnokban. És alá egy kis gálba, de ez nem majd ezt mondja. Most valamit mondott az Oki, csak nem hallottam. Most a bal combomra Benny Hill megy, jobb, mert a meg Gálvölgyi úr portéja. A hátsó combot, jó, ha lehet kérni. Nem. Aki közétre írt, hogy major, az jó van. Azért jó, mert kis helyre elfér. Egyébként itt visszatérve az előző alaphíre, nekem tényleg van egy kollégám, ugye mindannyian ismerik, akivel nagyon porú járt volna az Anetka, mert ő rá tudja tetováltatni Tolsztoj egész életművét. Olyan szép, nagy... Nem mondja, hogy erősen. Verebes István nem sokára beköltözik a Való Világ villába. Verebes a Blicknek nyilatkozva elárulta, hogy a szereplőknek szánt ajándékokon kívül a naplóját, a pizsamáját, meg egy WC szaktalanítót visz magával. Ezen túlmenően megígérte, hogy akárhogy is rászáll Oki, nem fog vele ágyba bújni. Kivéve, hogyha a látható testrészére rátetováltatja, hogy szeretlek, Verebes. Tényleg azt ismeritek, hogy a házaspár beszélget, azt mondja a feleség a férnek, azt mondja, apukám, játszunk való világosat. Azt mondja, jó, 3 percet van, hogy elhagyd a házat. Az első való világos vicc. Nagy dolog nekünk. Na. A villalakóknak van valami hozzáfűzni való, az előbb megsértettem kollektíve mindenkit. Úgyhogy most olyan jó. Nem vagyunk olyan sértődések. Igen, észrevettem. Nem? De próbálunk mi beszólni, csak nem tudjuk, hogy mi megy. Egyszerűen nem kicsit szóval megkésünk szerintem. Szóljál be. Beszólom, folyton beszólok, hát ismertek már. Jaj, direkt tettek egyet, lefénymásoltam egy tükröt, most van egy plusz fénymásolóm. Akkor az utolsó hírrel kapcsolatban nem tudom, Stóla András, hogy húzzon ki ebből a slamasztikából gyorsan. Én a Verebes úrtól szerettem volna egyet kérdezni, ha lehet. Hogyne? Én azt szeretném megkérdezni, hogy milyen szívvel költözik ide be közé, mert hallottuk, hogy úgy véglegesen nem költözne be. Hát még a legelején azt nyilatkoztam. Milyen szívvel? Igen. A szívében nincs baj a májával. Szíveddel nincs baj a májaddal. Oda meg megbeszéljük, Ági. Hadd kérdezzem meg a hölgyeket, hogy tegeződünk vagy magázódunk? Tegeződünk. Köszönöm szépen. Hát is veszem a szót, nagyon szépen köszönjük. Te, hogyha nem jönnék ki, legyél jó apja a gyerekeinek. A bajor már eddig is jó apja volt. István, van esetleg fémbőrönd ott a közeledben? Több is. És mi az, amit esetleg meg tudsz mutatni, hogy mit viszel be? Azt majd oda benn, figyelmességek. Rendben, tehát ezt nem nyitjunk. Akkor arra kérem Verebes Istvánt, mondjad, Laci. Azt akartam mondani, hogy mi is szeretnénk beküldeni vele ajándékokat. Na, igaz. Mert ugye ott az Oki, de most már ott lesz mellette Pista horkolása is, úgyhogy fülvédőket küldjük. Kinél van a fülvédő? Fülvédők Bajornál vannak. Jézusom, ilyen komolyan? De jó, kegyőbb. Jó, ilyen hangos a Verebes. És ezen kívül kifejezetten Okinak a Hogyan csípjünk fel csajokat című könyve. Ez nálam van. Jaj, de aranyosak vagytok. Én gondoltam. És úgy látom, egy olimpiai bajnok is küld mindenféle gyönyörű relikviákat. Én pedig az Istvánnak hoztam 6 darab gyönyörű zászlót. Ugye a csapatkapitány hetet, kapja mindig mert egyet már teheteti összesen hetet. Ugye a csapatkapitány az elteheti a zászlót, amikor kezet fog ugye a mérkőzés előtt. Segítem. És van amelyik 1974, van amelyik az őszi rózsás után, van amelyik 1980, tehát felváltva. Segítem,
segítek, zsúzzuk bele, és még János is szeretne mondani valamit. Még, igen, meg én kaptam egyszer ajándékba, ilyet hordanak jelenleg a büntetés. Még rajta az intézetnek. Tényleg? Még nem használ. Igen. Ha valaki úgy érzi, hogy ott a rap madárként van benne, akkor vegye fel. És jól tudom, ugye nincs benne ilyen cégé lejátszó. Nincs. Úgyhogy küldök két gálvagyi cégét, ami most. Ezt legalább nem kell meghallgatni, úgyhogy. Köszönöm szépen, elviszem. Én is csak egy szimpla aljassággal készültem a Majkának egy gangsta, tudva, hogy nincs benne CD játszó, úgyhogy egy, minél tovább reméljük benn marad, egy gangsta CD-t hoztam neki, hogy ezt ne tudja hallgatni. Nagyon szépen köszönjük! Valaki nem akar még valamit? Nem? Akkor arra kérem Verebes Istvánt, hogy fáradjunk ide mellém. István! Látod? Zene lesz? És mégsem osztják rám a Willy Lóban. Bocsánat. Olyan jó ember voltál, István! Hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy ünnepélyesen bejelentsem a való világ világának újabb lakója, Verebes István. Villa! Halló! Nagyon sok szerencsét és türelmet kívánok! Természetesen várjuk továbbra is az SMS-eket. A 06-90-62-44-44-es számra, mint láthatják, egy kicsit ide közelítek, van még természetesen ajándékunk, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy szükségünk lenne az önök adakozó kedvére, hogy meglehessen az a bizonyos gép, amivel csontfelő átültetésre lehet végrehajtani. Hamarosan láthatják, hogy Verebes István élőben belép a való világ villájába, de mindeneket... Olyan nincs. Milyen kedvesen laktok. És esetleg a helyre? Kiül. Norikáim, de könyökölni nem szabad rajta, mert még kicsit fog. Ma délelőtt festettünk. Nem tudom, István, láttad-e, hogy a Villa heti hetest azt én csináltam. Tényleg? Én. Nagyon fáradtak lesztek. Nem. Én is a hajnali 5-kor keltem egyébként. Nagyon, nagyon remek. Ilyen szakmai információt el lehet árulni, hogy még folytatódik a heti hetes? Most úgy, igen, állítom, a következő blokkot együtt csináljuk. De csak annyira nagyon nagy az elcsúszás. Igen, nehéz volt velük ez. Ezt a kabátot én elveszem, jó? Akasztunk, nincsen. Az a baj, hogy a csúszások azok annyira, tehát hangba lehet volt, hogy nem volt hangunk, de ezt megérthető, mert ott is nehéz. Nagyon nehéz szóhoz jutni. Én azt szeretném kérdezni a fiúktól, hogy akkor ugye a hangban is jól a szizogás, hogy rettetes volt. Nincs is elmondom, fulladozom. Ja, az még rosszabb. Azt szeretném én kérni, hogyha ti vele mentek. Hogy mindenki aludjon kint. Kérdésem van, nem, hogy én még a kanapé. De nincs kanapé. Nem van a kanapé. Csak be kellett tartani. Most emiatt kigyelentem. Megengedjük, csak ott van kint a rakkában. Nem, már hozzászokott mindenki. Tehát ma nem lehet, holnap már szerintem lehet. De kávé van, szóval. Ha a kanapé, otthon is a kanapé. Lehet, hogyha majd ezt ilyen kicsit hozzunk be. Ha kinyitják a rakkában, majd megkérjük őket, hogy adjanak. Ha mondjuk összetoljuk a kettőt, akkor talán el lehet férni rajta. Nem, el lehet rajta. De van egy üres ágyunk, mondom. De elvileg itt szokott lenni, de most ugye heti hetes van. Mert te mondtad, hogy nagyon kényelmetlen. Mi az üres ágy? Igen. Nem, ha iszi a kanapé. Jó, én is aludtam rajta semmi. Egy éjszakát aludni. Hát kényelmetlen. Kicsi. Egy éjszakát aludni, az kényelmetlen. Úgyhogy egy-két órát elszúnyod rajta. Kényelmetlen. A Szabó Csúszott, hogy leszett a csatorna a lábát, és akkor... Én aludtam rajta, semmi baj nem volt. Nem egyszer aludtam. Persze. Meg akkor is kínálódt a társaságunk, én benn voltam egyedül. Vagy ketten az éjjel. És ég a villany egész éjjel. Igen. Igen. Tehetem, mindig vágytam rá, sose hívtak, most viszont ők vannak itt nálunk, ezért én elfoglalom Verebes István helyét. Szeretettel köszöntök mindenkit, és remélem, hogy mindenki nagyon jól érzi magát. Már csak egy szó, mielőtt belevágunk a heti hetes utolsó felvonásába. Valószínűleg le kell zárnom a szavazást a heti hetes végén. Tehát az utolsó pillanatok, hogy segíthessenek. Kérem, SMS-ezzenek a 0690 62 44 44-es számra. Most pedig legyen a humoria főszerep. Itt vagyunk, most már harmadszor is, és megjegyzem, zárójelben most már a szokott időnkben. Miért? 10:30 múlt, 8 perc, most talán csak így szokott. Azon röhögök, igen? Hogy kézzétek el, hogy
Most, ugye a Pista bement, azt mondja, alszik két napot, azon ők, hogy nincs két kanapé, vagy kanapé, olyan dögfáradtan fog kijönni, hogy ilyen fáradt még életében. Az, hogy Máros mennyivel jobb itt, mint nálatok. És nincs kanapé. És köszönjük az információt, hogy két napig marad a Verebes úr. Ezt nem lehetett volna tudni. De akkor már most felvilágosítalak benneteket, hogy egyáltalán nem értettétek jól. Fogalmatok sincs, hogy meddig marad. Persze, jól csinálom. Jól van, jól van. Ezt nagyon halak. Hallás nagyon halak, majd igyekszünk. Fiúk, lányok, van egy bejelenteni valóm. Csollány Szilveszter világbajnok lesz. Nem volt. Csak olimpiai bajnok volt, világbajnok még nem volt a Csolle. Az egyetlen, amit nem nyert, így igaz. Pista nagyon otthon van. Gratulálunk! Na, csináljuk ezt a hírolvasót, hogy neked nincs híred, ugye? Nekem semmim sincs, mert azt ígérted István, hogy itt hagy nekem mindent, és semmit se hagyom. De lenyújtál. De nem baj, én dolgoztam eddig, most melózzatok ti. Adjatok egyet, kérlek. Ilyen vendégük már volt egy pár. De nem is jött többet. Ott jön a tőna. Engem is egyszer felhívott egy vadászbarátom, hogy annyira szeretné, hogyha kimennék egyszer hozzá vadászni. De csak egyszer. No, szép temetése volt. Olvasom, Andika, hírt érkezik neked is. De én figyelek, gyerekek, nekem ez a dolga. Olvassam. Úgy sincs egy önálló gondolata, minden a fülemből mondják majd, hogy mit mondja. Szeretném. Benn is beszélnek a világ. Nagyon. Az ORTT arra kötelezte a csatornákat, hogy a műsorok ideje alatt piktogrammal végigjelezzék a nézőknek a korhatárt. Ám sokan panaszkodnak emiatt, hiszen így módon már a képernyő két sarkában is embléma látható. Nem kell ide fölirat, nem kell. A rendes családban az a büdös kölyök 9 óra után aludjon, vagy kap két olyan pofont, hogy leég a képernyő. Hagyom már! Neki a Én azt nem tudom, hogy az ORTT-ben nem merül fel, hogy a gyerekenek általában szerencsésebb van mondjuk papája, mamája, de egy szülő mindig van. Hát az a jó édesanyja nem tudja a gyereket elparancsolni, vagy leültetni a tévé elé. Szóval én nem tudom, és a 12 év, és a már 13 és a gyerek az nézheti azt a filmet, ami... Szóval ez egy hülyeség. Annyira hülyének néznek minket szerintem, hogy elképzel. De hát gondoljátok még, hogy a bármelyik gyermekmes, amit esténként anyuka felolvas a gyereknek, amikor fölmegy az ágyba, a gyerek ágy mellé, az szerintem jóval több, mint 12 évet jelent. Hát gyerekek, a Grimm legszebb mesé, levágják a lábát. Hát megsüti a boszorkány. Hát ez a lényeg, 28 éve fel. Más. Egyrészt az olvasott mesénél egészen másképp működik az agy, a fantázia. Tehát egy hiába egy véres, egy brutális Andersen mesét olvas fel az ember a gyerekének. A gyerek egész másképp mozgatja meg a gyerek fantáziáját, és ez tényleg nagyon fontos, hogy a kép, amikor megszűnik a fantázia mozgást, tehát megkapja a szörnyet élesbe és megnézheti, az valóban azért lenyomja az agyát. Még egy felolvasott szörny, az nem. Nézzen a gyerek Tom és Jerryt, annál durvább a csoly. Az biztos. Milyen karika van most? Na 12-es. 12-es. Ez itt a nagy sárga karika, itt látom. Igen, de most írták az újság, nem tudom, olvastátok el, hogy a milyen tévéknek, plazma tévéknek kiég az a pontjuk, ahol állandó ez a sárga kör nem van. Nem kell olyan drága tévét venni. Na menjél, Dudi, Európába, menjél te szépen Európába. Egyébként a híradón rajta van? Hát ez az, látod, ez a híradón nincs. De fölteszek egy kérdést, mondjuk én nem tudom, de ugye van olyan, hogy erotikus film, nem? Hogy ének én vagy. Mert hogy egy órakor is láttam, hogy rajta vagy 12-es, vagy 13-es. A legszebb az volt, hogy kitették a kört, bemondta ezt egy nagyon kellemes hang, majd, hogy 12 éven úgy gyerekek csak mit a kísérővel nézhetik. Spanyol horrorfilm indult egy ilyen agyvelő locsantós kibátlan mellett. Én is vettek. Kinyáló. Papagáj. Pepe. Pepe. Csoda papagáj, mely jártam bent. Nem papagáj. Igen, ez Pepe. Igen, és sokkal, jobb, és sokkal jobbakat mond, mint ti. Na igen, folyamatosan. Akkor jöjjön ki. Nem a papagáj, biztos jöjjön ki. Tényleg, a Parakovács az előbb azt mondta, hogy milyen pillanat az, amikor a gyerek megkapja szemtől szembe a szörnyet. Apropó, Pista, megkaptad az okit? Én csak cicázom. Tessék! Hogy? Nem nagyon hallottam. Életben sokkal szebb. Ugye? És férfiasabb főleg.
Láttuk madármeccsén, hogy így a szorító sarokban, a szünetekben vazelinnel kenik be az arcát, ott bent mit, szóval hogy működik ez a segédanyag? Van vazelin. Jó, megnyugodtunk. Te miért vagytok ennyire rákattam vele a meleg csatornára? Hát itt semmiféle ilyen dolog nincs. Semmiféle, mindenki már egészséges ott bent, semmiféle ilyen. Meg kell, hogy védjem az én kis viva lakóimat. Igaz, mindenki jól van. Köszönjük szépen, azóta is. Várhatóan önálló, az országos képzési jegyzékben szereplő szakmává válik a közterület felügyelői munka. A szakmai vizsgához a tervek szerint 4 hónapos intenzív képzést kell bevezetni, ez 2 hónap elméleti és 2 hónap gyakorlati időből állna. Közkedvetségük nőni fog, abban biztos vagyok. Eddig is az emberek annyira szerették őket, hogy az... Aki ezen a 4 hónapos képzésen is elbukik, hát annak nagy jövőt ma az életben. Tényleg. Később lesznek önkéntesek is. Na. Az már azért szép, nem? Hogy közben... Miért? Önként. Most nem önkéntesek ők? Nem, ők pénzért csinálják, ja. Effektív. Lér. Nem értem. Nem baj. A jövőben nem ez az első, Laci, menjél. Köszönöm. Na, akkor bosszúban. Azt mondják, az osztriga növeli a szexuális teljesítőképességet, de én ezt nem tapasztaltam. Talán túl korán teszem fel. És a Pistának kifejezetten egyet, mert tudom, hogy szeretnél. Lacikám, akárhányszor megszólalsz, a Pepe elkezd nyávogni. Ez a madár valamit tud. Szóval neked egyet. Azért szeretek elalvás előtt olvasni egy kicsit, mert utána már folyton elfelejtek lapozni. Na jó. A jövőben diplomához kötik Franciaországban a sírásó szakma gyakorlását. Az írásbeli és szóbeli vizsgán a hallgatóknak számot kell adniuk a temetkezési jogszabályok, a vigasztalással kapcsolatos pszichológiai ismeretek, a vallási felekezetek és egyéb különféle temetkezési szokásokkal kapcsolatos ismeretekről. De ezt tudjátok miért jó, mert sikeres vizsgát tesz, és utána rögtön lapátot kap. Igen. Sajnos nincs itt Báncsa István, úgyhogy kénytelen voltam én utána nézni a hírnek. Ez annyira szép, hogy csinálnak az újságírók hírt, és hogy lesz valami, ami nem direkt hazugság, de hazugság. Hát a diploma szó, ugye azt mindannyian tudjuk, Magyarországon jelent egyedül diplomát, például a franciául is, és mindenhova átvették, ott egyszerűen oklevelet jelent. Tehát itt arról van szó, semmi, ez nem hír, tudnék, az van, hogy egy tanfolyamot el kell végezni, 96 órán keresztül, hogy ne essenek be részegen a sírra. Oda megyek én, imikén, kis luk, oda megy az így. Ennyit kell tudni. Tehát igen, tehát ne kacsingassanak az özvegyre, tehát egy ilyen felkészítés. Miért? Fogadja részvétem. Egy varázsló segítségével láthatatlanná tette magát. Csak eszembe jutott a velemet, hogy a Halma Imre Cserkovics Bélának álltak a temetésén, eljátszották a Cserkovics legszebb dalait, és a Halmait áldogált egy darabig, és majd oda ment az özvegy, azt mondta, szabad. Egy varázsló segítségével láthatatlanná tette magát egy férfi Iránban, hogy bankot rabolhasson. A magát láthatatlannak gondoló rabló Lábujjhegyen lépdelt a sorban állókhoz, és vette ki kezükből a készpénzt. A férfi megdöbbent, hogy mindenki látja, pedig 5 millió riált fizetett ki a varázslónak. Ez olyan hülyeség, ez már nem lehet mit hozzá. De nem, én nem tudom, hogy mennyi 5 millió riált, de hogy én tudok egy olyan varázslót, aki nem a rabló tünteti el, hanem a céget, minden estől. De én elképzelem itt, bocsáss meg, a varázslót, akinek ugye próbát kellett tennie, és eljátszott, hogy eltűnt. Hát ez ilyet. Benne van a hírban, hogy még varázsszavakat is adott útonvalóra. Ne legyen se abrakadabra el. Azért nálunk Magyarországon már sikerült ez a varázslat. Egy csomó láthatatlan ember így a zsebünkből. Hoppá, ja. Már viszi is a az a baj, hogy nem láthatatlanok. Azt hiszik, hogy be vannak kembe, de azért... És gondolod, hogy valaki egyszer csak azt mondja, hogy a király mesztelen? De azért jobb lenne. De aztán nem vettétek észre, hogy működik a láthatatlanság, csak 4 év múlva, hogy elmúlik hirtelen. Tehát az van. De jobb lenne, ha be lennének kembe. Igen, mert köréjük lehet építeni egy mauzóleumot. A
A sportszárgyűlés elnevezésű politikusi sportdélutánon kosárlabdában 36-ra, kézilabdában pedig 23-5-re, fociban 6-1-re nyert az ellenzék. Hát még szép, hogy nyertek, ahol a Rogán a középcsatár, ne viccelj már, jó fölépítés. Na. Csak a nyávogásra jutott eszembe, bocsánat, hogy itt... Na bajol, amikor az a baj, hogy amikor az Imikén beszélt, akkor is nyávognak ott bent. Tehát a Pista miről beszél, hogy csak te... Szerintem a Verebes direkt húzogatja a farkát, hogy ne lehessen minket hallani. A Verebes húzogását elnyomja a macska nyávogását. Van választás. Ezt akartam felolvasni, hogy az egér világnézetét a macskától való távolsága határozza meg. De ez nem jó, azért olvastam fel, mert nagyon... Egy madár. Tudom. 3 hónapos börtönbüntetést kapott az a bécsi gesztenyeárus, aki felhívta a rendőrséget, hogy a közeli üzletközpontban hamarosan bomba robban. Arra gondolt, hogy az áruházból kitóduló emberek tömegesen vásárolnak a meleg csemegéből. De, az biztos. Igen, bomba robbanásra rögtön gesztenyét vesz az ember. Legyen a kezemben valami. Nehogy elmenjen a Péter kép. Miha robban a bomba, rögtön vesz egy kis gehát. Hogy? Ilyet már Debrecenben csináltak, csak nem a gesztenyések. Hogy? Mondom, ilyet már Debrecenben csináltak, csak nem a gesztenyések, de nem mondtam semmit. Azt mi szoktunk, hogy nem mondunk semmit, de hát te miért nem fogsz? Csak a meleg csemegére jutott eszembe, nem hiányzik a Leslie? Jaj. Kifejezetten ronda volt. Én kérek elnézést. De nem baj. Azt meg kell, hogy mondjam, hogy nekem nagyon szimpatikus volt, hogy azt nyilatkozta, hogy ha meleg lenne, akkor ő azt vállalná. Így van. De nekem ezt tetszik. Ne, én sem akartam semmi rosszat. Én csak kérdezem, ne cseréljen a jársa helyet a stollal. Úgy egy nagy döbben csinál. Kicsit az operatőr. Jó, akkor büntető. Ha ez itt egy tampon a fülem mögött, akkor hol van a ceruzán? Csak gondoltam, már nagyon késő van, és... Jó. Kezdem irigyelni a Verebes. Én annak a karikának, hogy meg kéne változni. Nem egyszerűen. Nem egyszerűen. Mit mondasz, Verebes? Én rájöttem valamire. Na. Ennek a műsornak sokkal nehezebb nézőjének lenni, mint részlevőjének. A madár az mindig látja, hogy... No! Miért csak levegőt veszel, és a madár már ráment? Ja, hadd kérdezzem meg a Verebes, ezt meddig fogod bírni, mert hogy... Hát, ha a jáksod bírom 3 évtől ezt a madarat, elviselem. No. Ennek legalább van humora. Gálvölgyi János Klón király című CD lemezén duettet énekel Bajor Imrével. A dal címe Piás Pasik. Hadd mondjam el, hogy ez csak egy dal kedvéért, mert hát inni még egyáltalán nem... Meg hogy miért itt? Azt hiszem, leesett egy súly. Lábamra. Ez egy nagyon nehéz CD. Tényleg. Akkor megéri. Igen. Akkor megéri az árát. Meg, mindenféleképpen megéri. Énekeljünk bele egy picit? Igen. Ők is hallják? Igen. Legfeljebb, hogyha muszáj, ha itt van mindenki, csak tele vagy már. És nagyon utálom, ha engem valaki utál. Én egyáltalán nem iszok, talán csak a félek. Retegek attól, hogy már nem is élek. Akkor egy picikét igénylek. Tudom, hogy nem vagyok már tínédzser. Vigyázni kell nagyon az image-el. Nem hajolhatsz nagyot, ha elhajoltál picit, mert drága lesz a vízit, ha az elvonóra benézel.
lenne viszont. Nem vagy te hipohonder, téged csak a pia dob fel, ha repülőre száll. Csak kezedbe már a koffer, mikor a gépre vársz. Te soha nem iszol, csak gyűjtöd a sok piát. Na persze otthon, mint más a fieget. Titokban megnyalod a gyűjteményedet. Lökjed, Ibi, lökjed! Tudom, hogy nem vagyok már tínézsel. Vigyázni kell a bajon, Ibi-csel. Nem hajolhatsz nagyot, ha elhajoltál picit, mert drága lesz a vízit. Tudom, hogy nem vagyok már tínézser. Vigyázni kell nagyon az image-el. Nem hajolhatsz nagyot, ha elhajoltál picit, mert drága lesz a vízit, ha az elvonóra benézel. Hölgyeim és uraim, ennyi fér bele mai műsorunkba. Találkozunk egy hét múlva, akkor már a szokott módon és a szokott időben, a szokott stílusban.